A zöld felületeket, a növények állapotát és a játszótereket is megvizsgálják az építők útja, Kishegyi út és a Gesztenyés utca által határolt területen. Az úgynevezett B-szektorban az önkormányzat átfogó zöld felületrendezést szeretne megvalósítani. Erről az egyeztetés hétfőn kezdődött el. Körülbelül 15 éve ezelőtt elkezdődött a lakótelepnek a rendezése, tehát a közterületek, zöld felületeknek a felújítása. És körülbelül 5-6 évvel ezelőtt itt az úgynevezett B-szektor is sorra került, tehát pontosabban az Árnyas-Fenyves utca az 13-14-be került felújításra, és a Szedres, Gesztenyés, Tömbeeső pedig 14-15-be került felújításra. Átadás előtt van a Kurcsatov utcai tömbelső, illetve készül a központi park átfogó rekonstrukciója, hamarosan pedig sor kerülhet további területek felújítására is. Több helyen azért az zöld felület is elavult, hát a gyepet kell cserélni, akkor a fákat átvizsgálni, hogy hol van korhatva. Időközben azért különböző módon növekedtek a fák, meg kell nézni az, hogy melyik maradhat, és melyiket kell kivágni, vagy visszavágni. Tehát sok mindent át kell nézni. A lakossági igényeket a felújítás tervezetében mindenképpen be akarják építeni. Ezt követően a képviselőtestület dönt arról, hogy pontosan mely területeket újítják fel. A bejárást és az állapot felmérést a Szedres utcai játszótérnél kezdték el az önkormányzat szakemberei. Itt a közelmúltban új elemekkel bővült a tér. A képviselői keretből elkészültek azok a játékok, amit a lakók kértek, így például a Pollak Mihály utcai játszótéren is, úgyhogy azt most közösen megtekintjük, és reméljük most már használatba vehetik az itt lakók. A Pollak Mihály mellett az Ányos utcai játszótérre is kihelyeztek új eszközöket. Ennek összköltsége 1 400 000 forint volt, amelyet már a megemelt képviselői keretből használt fel Kudorné Szanyi Katalin, az 5-ös számú választókerület képviselője.